Jézus Krisztus mondja nékünk, vétőt az idő, és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Amen. Drága testvérek, ma este az élő Istennek a szavát a Biblia utolsó könyvéből, a Jelenések könyve második fejezetének 14. verséből a 16. terjedő versekből fogom felolvasni. Hogy az élő Istennek a szava hozzánk ma este a János Jelenésekről szóló könyve második részének a 14. versétől a 16. terjedő versekből miképpen szól hozzánk, felolvasom, hallgassuk azt figyelemmel és alázatos lélekkel felállva. De van egy kis panaszom ellened, mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanítását tartják, aki arra tanította Bálákot, hogy törbe csalja Izrael fiait, hogy bálvány áldozati húst tegyenek és paráználkodjanak. Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanítását tartják. Térj meg tehát, különben elmegyek hozzá hamar. Térj meg tehát, különben elmegyek hozzád hamar. Eddig az ige, foglaljunk helyet. Drága testvérek, ma este véget ér az az evangelizációs sorozat, amely azzal szembesített bennünket itt estéről estére, mindegyikünket külön-külön, hogy te személyesen, aki itt vagy, te kinek a seregéhez tartozol, te kinek a seregébe vagy. Ha Isten továbbra megtartja az életünket, akkor holnaptól már Gál Lajos baptista, lelkipásztor, testvérem, drága barátom fogja hirdetni tovább a megszentelődésnek az igéjét vasárnapig, és tudom azt, hogy tovább fog titeket vinni a megszentelődés útján, ha jönni fogtok és hallgatni fogjátok azt az üzenetet, amit Isten rajta keresztül tolmácsolni fog a ti számotokra. Minden este szembesülhettünk azzal, hogy kinek a táborába tartozunk, hallottunk az Isten táboráról, aztán hallottunk az ördög táborában a jebusziak barlangjáról, hallottunk a gibeonitáknak a városáról, a táboráról, és ma este hallani fogunk a moábiták sátráról, vagy arról, amit itt a Jelenések könyve így nevez, hogy a nikolaiták tanítása. És Isten minden este személyesen feltett számunkra egy kérdést. Első este azt kérdezte, hogy van egy olyan hely az életedben, amit meg tudsz mutatni, hogy te onnan elindultál követni az Úr Jézus Krisztus. Második este Isten azt kérdezte, hogy van egy olyan ember az életedben, akit mostanit te elvezettél a Krisztus megismerésére. Elvezettél a kereszt alá az üdvösségre, akinek bizonságot tettél, akit hívtál az Úrhoz, és az el is jött az Istenhez, mert látta a te életedet a Krisztusban. A tegnap este Isten azt kérdezte mindegyikünktől, hogy mi van a családunk üdvösségével. Mi van a házad néped üdvösségével? Van-e örök élete a házad népének, a férjednek, a feleségednek, a gyermekeidnek, az unokáidnak? Az apósodnak, az anyósodnak hitbe vannak, vagy biztos léptekkel haladnak a pokol felé? Drága testvérek, ma este Isten azt fogja tőlünk megkérdezni, hogy a te életedben áldás van-e, vagy átok van. Most csendbe magadba, ahogy itt ülsz és hallgatod az ige hirdetést, válaszold meg ezt a kérdést
mi van az életedben és mi van otthon a családodban. Áldás van, vagy átok van? Ott van a családodban az Istennek az áldása, az Istennek a jelenléte, az Istennek a békessége, vagy pusztulás, átok, veszekedés, békétlenség, titkok, félelmek vannak közöttetek ott, és a házad egy börtön, mindenkinek megvan a cellája, a felső emeleten a fiat 7 órát facebookozik, a másik cella ajtóban, a kettes cellában ott van a lányod, a harmadik cellában az urat félrészegen aluszik most, a negyedik cellában meg te sírsz. Börtön a házon, testvér. Börtön lett a házon. Megvannak a cellák, csak nincs felírva a szám rajta, de az egyik ebbe, a másik abba, a harmadik abba, és öt felé vagyunk, testvérek, és nincsen áldás az életünkben. Áldás van, vagy áldás? Nézzétek meg, hogy a Jelenések könyvében a 7 gyülekezetnek írt levélben, amit az Isten küld Jánoson keresztül a 7 gyülekezetbe, 8-szor szerepel ez a mondat, hogy térj meg. A 7 gyülekezetnek 8-szor mondja el az Isten azt, hogy térjen meg, mert erre van szüksége. Testvérek, ahhoz, hogy az átkot felváltsa az áldás, ahhoz, hogy a békétlenséget a családba felváltsa a békesség, arra neked arra van szükséged, hogy megtérj abból az életből, amit élsz, az élő Istenhez, neki élj, és ő szolgál. És nézzétek meg, hogy a 7 levél a Jelenések könyvében a mindenkori, ezen a földön lévő gyülekezetnek a történetét írja. Az első gyülekezetet dicséri az Isten, és azt mondja az első gyülekezetről, hogy az első szeretetéről beszél ennek a gyülekezetnek, hogy milyen volt az első szeretete, amikor kiválták volna a szemüket az Úr Jézus Krisztusért, aztán kezdi őket figyelmeztetni, hogy ügyeljetek, mert kezditek elhagyni az első szeretetet, de azt mondja, hogy sok terhet viseltél értem, és még mindig kitartottál, nem adtad fel. És aztán, hogy ne is adja fel a gyülekezet, jön a második stáció, a Szmirna, amikor az Isten a gyülekezeteknek az életébe szenvedést adott. Börtönbe vetette a vezetőiket, megkínozták őket. Tudok itt Belényes körül egy olyan román baptista testvéremet, akit ezelőtt 30 évvel minden héten szinte bevittek a szekuritátera, és az ujjait, az új pereceit betették, kinyitották az ajtót, betették az ajtó közé, és a szekus nyitogatta az ajtót. És az új perecek törtek, az ő fia most lelki barátom, és ezek a kezek testvérek 80 embert évente merítettek be. Mert megáldotta Isten a törött új kezeket. És adta Szmirnát, és mi Szmirna, Zsilavan, Szamosújvár, Nagyenyed börtönei közelebb vitték a hívőket az Istenhez. És testvérek, halad a gyülekezet, és egyszer csak történik valami. És ezt a valamit olvastam fel most, ezt az igét. Azt mondja az Úr, van egy kis panaszom ellenet, mégpedig az, hogy megengeded magatok között, megengeditek magatok között, és eltűritek a nikolaitákat, akik a Bálán tanítását tartják, aki arra tanította Bálákot, a királyt, hogy szedje rá Izraelt. Vigye bele valamibe Izraelt. Így nálatok is vannak, akik szintén a nikolaiták tanítását tartják, és azt mondja az Úr, hogy amit én gyűlölök, amit én gyűlölök. És testvérek, tovább menve, innen már recseg a szekér, ropog a gyülekezetnek, a kereszténységnek a szekere. A következő gyülekezetben már
Jön Jézabel, és Jézabel már nem tör be akar csalni, hanem Jézabel már nyomást gyakorol a hívőkre. Már parancsol a hívőknek, hogy így legyen, úgy legyen, ez a törvény, azt kell megtartani, és drága testvérek, jönnek be azok a törvények, amelyeket mi ma látunk a tévében, hogy micsoda törvényeket hoznak testvérek. Látjuk azt, hogy a fehérből feketét csinálnak, és a feketére meg azt mondják, hogy ez a fehér, ez a természetes. Teljesen természetes, hogy két férfi szexuális kapcsolatban együtt éljen. Természetes az, hogy két nő együtt éljen. Már csak az kell, hogy jöjjön majd az, hogy a férfi meg az állat. Testvérek. És jönnek be a törvények, amiben az Antikrisztus már nem kér, már nem tör be akar csalni, hanem Jézabel már nyomást gyakorol rá, hogy ezt kell csinálni. És akkor jön a következő levél, és az van az igében itt, hogy a szárdiszi gyülekezetnek azt mondja Isten, hogy az a neved, hogy élsz, de már régóta halott vagy. Az a nevetek, hogy hívő, meg keresztény, de már régen nem vagy az. Miért? Mert már teljesen Jézabel meg a barátalitása szerint élsz. És jön végül, testvérek, az utolsó gyülekezet, a laodiceai gyülekezet, amiről az Isten semmi jót nem tud mondani. Azt mondja a laodiceai gyülekezetnek az Úr, és ez az utolsó idők gyülekezete, amely megelőzi Jézus Krisztus visszajövetelét erre a földre, mi vagyunk, mert az idő közel van, és a vőlegény közel van, az ő visszajövetele itt van az ajtó előtt. Mi vagyunk az utolsó idők gyülekezete, és drága testvérek, ennek a gyülekezetnek három rossz dolgot mond az Úr. Azt mondja először, hogy nem vagy se hideg, se forró, hanem langyos vagy. Ezért kiköplek a számból. Testvérek, sokan azt gondolják, hogy itt arról szól az igehirdetés, hogy valaki hitetlen. Nem azért vagy te ma este itt, mert teljesen hitetlen vagy. Nem vagy te hideg. Nem vagy te hideg. Csak tudod, hogy mi a bajod? Hogy te forró se vagy. Ez a bajotok. Hogy nem vagy te hideg, van benned egy kis hit, csak nem égsz a Krisztusért. Nem úgy élsz ma, hogy holnap visszajöhet. Nem úgy élsz, hogy várod, hanem elengedted, hogy ahogy esik, úgy suppan. Elengedtük a gyeplőt, elengedtük, lemondtunk a misszióról, lemondtunk arról, hogy magyarok Erdélyben még megtérhetnek, és azt mondja az Úr, nem vagy te hideg, de forró se vagy, és mivel langyos vagy, ezért én a langyos kiköpöm a számból. Nekem a langyos nem kell. A langyos nem jó semmire. Aztán azt mondja az ige, hogy azt mondod, hogy meggazdagodtál, már nincs szükségem semmire, ezt mondják már nyugaton, minek nekünk az Isten, olyan jól élünk, megvan pénzünk, villánk, meg autónk, mindenünk, minek nekünk az Isten? Meggazdagodtál, jól megy dolgod, azt mondja az Úr Laodiceának, és közben nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a vak, a mezítelen, azt hiszed, hogy jó, de semmi nem jó az életedben. Semmi nem jó az életedben. És drága testvérek, ennek a gyülekezetnek mondja az Úr, amit mi olyan szépen szoktuk mondani, adventkor, karácsony előtt hirdetik az igét Erdélyben, hogy imé az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az angomat és bemegy. Hát testvérek, szerintem ez a legítéletesebb ige a Bibliában. Tudjátok, hogy miért? Mert aki az ajtó előtt áll, az nincs bent. Azt mondja Jézus, az ajtó előtt állok és zörgetek. Aki az ajtó előtt áll, az nincs bent a házban. És testvérek, mi még énekeljük is olyan szépen, hogy ó, áldva Jézus, hogy van ez az ének, hogy árva csendben az ajtó előtt állsz, bejönnél már, de némán, kulcsfordulásra vársz,
Mi mondjuk, hogy miénk vagy, hát persze, hogy mondjuk cérnával bírjuk. Izrael is bírt a cérnával. Azt mondta Isten, ennek a népnek a szája közel van hozzám, a szájával mondja, de a szíve az teljesen távol áll tőlem. Mi mondjuk, hogy miénk vagy, te vagy a név, te vagy a jel, és akkor azt mondja az ének, hogy ó, szégyen. Szégyen, hogy te vagy az, akinek az ajtó előtt állni kell, és testvérek, Kati rákot kap, rákos lesz. És akkor elkezd a gyülekezet imádkozni, Úr Jézus, gyere be, és gyógyíts meg Katit. És Gyuri leesik a szekérről, és odaveri a fejét, és bekerül az agysebészetre, és egyből szükség van Jézusra, Jézus, gyere be, Gyurit hoz ki a kórházból. Aztán, amikor Gyuri kijön a kórházból, meg Kati, na vissza a helyedre az ajtó elé. Vissza a helyedre az ajtó elé, és ott kopogtathatsz. Még megint baj nem lesz, és még megint nem lesz szükség rá, és még megint be nem hívunk, testvérek. És itt már nem mondja az ige, hogy hallja meg, hogy mit mond a lélek a gyülekezetnek, hanem itt azt mondja az ige, hogy ha lesz valaki a gyülekezetbe, egy. Ha lesz valaki a gyülekezetbe, aki ebbe a tébolyban meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, na azzal közösséget vállalok. Itt már nem gyülekezetről van szó, hanem egy emberről, akiket még az Isten testvérek, ezt látom a Kárpát-medencében, hogy még mindig hív. Még mindig hív egy-egy embert, hogy gyere, mentsd meg a bőrödet, gyere, mentsd meg a lelkedet, mentsd meg az életedet, gyere, engedd be az Urat! Drága testvérek, én azt az igét választottam ma estére, ahol nyikorogni kezd a kerék, a gyülekezetekbe, a hívőknek az életébe, a megszentelődés útján, hogy mitől nyikorog a kerék, mivel kezdődik a romlás. És a romlás azt mondja az ige, hogy azzal kezdődik, hogy megtűröd magad között a nikolaiták tanítását, amiről az Úr azt mondja, hogy én gyűlölöm azt. És minden teológus azt mondja, hogy ezek a nikolaiták az első században már rég eltűntek, lehet, hogy van közöttetek olyan, aki ma este hal először róluk, de testvérek, én azt állítom, hogy a nikolaiták ma is itt vannak Belényesben, itt vannak Tárkányban, itt vannak Felesen, itt vannak a Parciumban, itt vannak Erdélyben, és itt vannak a Kárpát-medencében. És ma este elmondom, hogy kik ők. És mi a nikolaiták tanítása? Csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy amikor János a Jelenések könyvébe a nikolaiták tanításáról tanít, akkor ő összefüggésben hozza ezt a Bálám tanításával. A Bálám tanításával, amiről az ige azt mondja, hogy ő az volt, aki rávette Bálákot, a királyt, hogy hogy csalja törbe az Istennek a népét, és testvéreim, az Isten népének a bukása az Ószövetségben is ezzel kezd elkezdődni. Úgyhogy szeretném nektek ezt a történetet most elmondani, hogy megértsétek. Izrael népe készül elfoglalni az ígéret földjét, és az ígéret földje előtt, Jerikó előtt a Moab medencébe letelepedik. És a moabiták királya ez a Bálák. És ez a Bálák látja azt, hogy a Belényesi medencébe kezdenek megtérni a hívők. Kezdenek jönni emberek. És akarom, hogy tudjátok, hogy ez a nagy Báláknak soha nem fog tetszeni. Báláknak és az ő seregének soha nem fog tetszeni az, hogy emberek térjenek meg, gyülekezetek új, ébredés induljon el valahol. Az én életemben megtapasztaltam többször, hogy hogy jön ki az ördög tűzoltó sereggel, hogy elolcsa a Szent Lelkének a lángját,
amikor egy vidéken elindul az ébredés. Az meg, testvére. Bálák nem örül annak, hogy sokasodnak a hívők. És ezért eszébe jut valami. Azt mondja, hogy ahonnan én származok, Irak és Irán területén, Peorban van egy néző. Az én szülővidékemen van egy híres néző, egy híres jövendő mondó Jós, akit Bálámnak hívnak, és azt mondja a vezéreinek, hogy ennek a Bálámnak az ördög azt a különleges ajándékot adta, mert az ördög is tud ajándékot adni, csak annak később meg lesz az ára, azt a különleges ajándékot adta, hogy akit ez az ember megáldoz, az áldozott lesz, akit pedig megáld, az áldott lesz. És azt mondja a vezéreinek, menjetek el ehhez a Bálámhoz, ehhez a nézőhöz, vigyetek neki nagyon sok pénzt, és vegyétek rá arra, hogy jöjjön el ide, menjünk fel a halmány csúcsára vele, én ott elkészítem addig az áldozatokat, mutassunk be áldozatokat az idegen isteneknek, aztán Bálám átkozza meg a hívő népet a medencébe. És drága testvérek, a vezérek elmennek, viszik a jó vastag fehér borítékokat, elmennek Bálámhoz és elmondják azt, hogy ők miért jöttek. És Bálám a következőt mondja nekik, maradjatok itt éjszakára, és én megkérdezem az urat, hogy mit csináljak. És azok ott maradnak éjszakára, és este az úr tényleg eljön Bálámhoz. És kérdez, Bálám, kik ezek a férfiak itt a házadban? Mit keresnek itt ezek az emberek a te házadban? Uram, azért jöttek, mert azt mondják, hogy egy nép jött fel Egyiptomból, el akarja letni Izrael földjét, és azért hívnak engem oda, hogy én megátkozzam ezt a népet, hogy meg tudják verni őket. És az Isten azt mondja, Bálám, nehogy elmenj. Nehogy elmenj, azért, mert te ezt a népet nem fogod tudni megátkozni soha, mert én a mindenható Isten ezt a népet megáldottam, és akit én megáldottam, azt senki nem tudja megátkozni. És Bálám reggel felkel, bemegy a vezérekhez, és azt mondja, nem engedd el az Úr. Fél igazságot mond. Nem mondja el a teljes igazságot, hogy fiúk, ne kínlódjatok, mert nem fog menni ezt a népet, nem fogja tudni megátkozni senki. Ennyit mond, nem engedett el az Úr. A vezérek visszamennek, és Báláknak jelentik, Bálám nem akart eljönni velünk. Mit gondol Bálák? Mennyi lehet ennek a cekjete? Mennyit nem küldtünk neki eleget? Nem adtunk neki elég pénzt? Biztos több kell neki. És azt mondja a vezéreknek, menjetek, vigyetek még több pénzt neki, és szedjétek rá, hogy jöjjön el. És elmennek nagyon vezérek, megérkeznek Bálámhoz, elmondják, hogy miért jönnek, és Bálám azt mondja, maradjatok itt testvére, és megkérdezem az urat, hogy mit mond. Mi van Bálám? Már egyszer nem kérdeztem meg? Már egyszer nem mondta el neked az Úr tisztán és világosan, hogy mi a helyzet, miért kell másodszor kérdezni? Azért, mert a szívedben az van, hogy neked te nagyon menni akarsz ide. Nagyon szereted a varázslásnak a bérét, hogy a tied legyen az a pénz. És azt mondja az Úr, hát ha menni akarsz, akkor menj el. Elengedlek, mint ahogy mondtam az este, a tétozó fiút meg a gazdag, hogy menni akarsz, menjél a saját fejed után, indulj el. És másnap reggel Bálám felnyergeli a szamarát, felül a szamára és elindul bele megátkozni Izraelt.
és elérkezik egy szűk szoroshoz, ahol alig lehet átmenni a szoroson. És a szoros közepében, erre a szoros helyre az Istennek az angyala villogó palossal, akiről hallottunk Józsué a Jerikó előtt, meg hallottunk, hogy a Pokol angyala című filmben, odaáll a szorosba egy kivont karddal. És testvérek, mi történik? A szamár látja az angyalt, az ember pedig annyira megvakítja a pénznek a szeretete, hogy ő nem látja az angyalt. És a szorosba leáll a szamár. Nem akar tovább menni. És Bálám elkezdi verni a szamarát. Üti a szamarat, a szamár odaszorítja a lábát a falhoz, Bálámnak majdnem eltörik a lába, tehát testi kificamodás, még szinte törés. Aztán a szamár kitér kétszer a mezőre, Bálám visszavezeti ugyanoda, s végül addig veri a szamarat Bálám, hogy menjen tovább, még a szamár összeesik alatta. A verés alatt. És akkor az Isten megnyitja a szamár száját. És a szamár kérdez, mióta vagyok a szamarat, kérdez. És azt mondja Bálám, elég régóta. És csináltam én veled ilyen figurát, hogy ne menjek. És azt mondja Bálám, hogy nem csináltál éppen, az a kérdésem, hogy most mit színészkedsz, csinálod a dolgodat. És akkor az Isten kinyitja Bálámnak a szemét, és Bálám meglátja, hogyha a szamár még lép egy lépést, akkor ő most ott van átszúlva a földön, meghalva. És testvérek megijed, és azt mondja, jaj Uram, ilyen komoly ez a dolog, akkor nem megyek. És az Úr azt mondja, ha elindultál, most már menni fogsz. Csak úgy fogsz menni, mint egy fiatal ember, akit Jeruzsálemben még Saulusnak neveztek, aztán elindult Damaszkuszba összeszedni a hívőket, börtönbe vetni, megkínozni, megölni, és a damaszkuszi úton találkozott valakivel, leesett ő is nem a szamáról, hanem a lóról, és mire megérkezett Damaszkuszba, addigra Paulus lett belőle. A Saulus azt jelenti, hogy nagy, a Paulus azt jelenti, hogy kicsi. A nagyból kicsire. Menni fogsz, Bálám, csak fent a hegyen azt fogod tenni, amit én mondok, az Isten. És felmegy Bálám a hegyre, a Vurfurilóra, látja a belényesi medencét, a hívőknek a házait, a sátrait, azok koszosak voltak, feketék voltak, mint kédás sátrai, de azt mondja Bálám, ó, de szépek a te sátraid, Ózár. Úgy szeretnék meghalni, úgy, mint ezek közül egy. Azt mondja Bálám, ki átkozhatná meg Izraelt, ha egyszer az Isten megáldotta. A többiekkel működött, de ezekkel nem, mert nem fogazátok Izraelen. Ezeket beborította, elrejtette, megőrzi a mindenható Isten, nem tudom megátkozni. Eddig ment a megcsináltatás, de most meg nem megy. És aztán elkezd nézni, és egyszer azt mondja, hogy látok egy csillagot feljönni a Jákob sátrából. És ez a csillag be fogja zúzni Moábnak a halántékát. Látom őt, de nem közel, messze. Kit látott a csillagban? Bálám. Akit a pásztorok meg a napkeleti bölcsek közelről láttak. És azt mondja, ez a valaki, akit látok csillagként feljönni, akit a jelenések könyve azt mondja, hogy én vagyok az eshajnal csillag, az az Úr Jézus Krisztus volt, és Bálámnak kinyílik a szeme, és őt látja. Drága testvérek, Izraelt nem lehet megátkozni. Izraelnek a sátraiban áldás van. A te sátradban mi van? Testvérek, tudjátok, hogy ezt miért kérdezem? Isten nekem adott egy különleges kegyelmi ajándékot. Azt a kegyelmi ajándékot adta nekem Isten, hogy bemegyek egy házba,
és megérzem a házba azt, hogy okkultizmus van. Bemegyek valakinek a házába meglátogatni, és ahogy beléptem a küszöbön, érzem a házba az idegen lelket. És utazom végig Magyarországot, és látom azt, hogy sok helyen minden negyedik házra kitéve vagy eladó, Miskolcon a legnagyobb, Budapest után a második legnagyobb város fent, a tömbházakon a telefonszám, érdeklődni lehet. És mondom, hogy mi van itt, hogy pusztult ki az ország? Hát Miklós a zsidó. Mondom, ki zsidó a kormányban, meg a megyénél, meg senki. Hát hogy a zsidók? Hogy a zsidók? Hát a multik csinálják ezt. Mondom, figyeljetek ide. Én amikor lementem Hátszegre, akkor az Istennel kötöttem egy szövetséget, és ez a szövetség az volt, hogy Uram, ha nekem adsz egy hétre egy doboz Velma margarint, és a négy tagú családomnak minden napra egy veknit, akkor én nem tagadlak meg. Én ilyen szövetséget kötöttem az Istennel. És testvérek, eltelt 20 év. És 20 éve nézem reggel, délbe, vacsorakor az asztalt, még egy nap nem volt olyan, hogy egy doboz margarin vagy veknélet volna, mert hűséges az Isten, és a Bódis családnak azt ígérte a 37. Zsoltárba, hogy megöregszel, de nem fogod látni azt, hogy elhagyatott lenne az igaz, vagy a gyermeked oda kerülne, hogy kenyér kéregető legyen. Ezt mondja Dávid. Megöregettem, de nem láttam, hogy elhagyatott lenne az igaz, vagy a gyermeke oda jutna, hogy kenyeret kéregessenek. Testvérek, miért örülnek ki a házak? Miért válnak el emberek? Miért mennek tönkre családok? Feltetted valamikor ezt a kérdést? Belépek a házba, és látom azt, hogy ég a kandallóba, a tűzre hideg van. Ránézek az asztalra, ott el vannak mosogatva az edények, el van téve a kés, de érzem azt, hogy valamit nincs rendben. Aztán leülök a háziasszonnyal beszélgetni, jön az önsajnálat, de az a nagy önsajnálat, amikor a sajnálat miatt csorog a könnyen. Magyarázhatatlanul iszik a férjem, de olyan szezonilás. Máskor olyan, mint egy darab vajas kenyér. De amikor rájön, akkor nézze meg itt, amit mi a két kezünk munkájával felépítettünk, meg megcsináltunk, csak élni kellene. Csak békesség kellene legyen, csak öröm kellene legyen a családban, és az nincsen. A fiát házák, két autójuk van, válik a feleségétől. A lányomnak, meg a 12 éves, meg 10 éves kisfia, meg kislánya még mindig odapisil az ágyba. Félnek valamitől. Mi van itt, tiszteltes úr? Ilyenkor mindig a kérdésem az, tessék megmondani, hogy hol tetszett járni. Ezt a lelkész úr meg honnan tudja? Mondom, a szimptomákról tudom. A szimptomákról tudom, testvéreim, hogy amikor elmegyünk a román kolostorokba, amikor elmegyünk kártyavetőkhöz, amikor elmegyünk jövendőmondókhoz, amikor elmegyünk, most már jönnek a modernek, bioenergia, ezotéria, ezek mennek a tévében, napközben, testvérek. Bioenergia, ezotéria, homeopátiás gyógyszernek a bevevése Indiából, és különböző praktikák, testvérek, és elmegyünk segítséget kérni a nyomorúságba, a sötétségtől, nem az Úrhoz megyünk, nem a világossághoz megyünk, nem az Istenhez fordulunk, hanem testvérek, fordulunk egy halott nőhöz, Máriához, Csicsomjon, fordulunk egy román remetéhez, Arsenije Bokához, Triszlopon, testvérek, megyünk Szent Antalnak a csontjai után, megyünk román papokhoz csináltatni, megyünk jósokhoz, kötjük a piros szérnát, kavarjuk a szenes vizet, öntjük az ont, testvérek, és belemegyünk ördögi praktikákba, és szeretném elmondani, testvérek, hogy ezek az utak, amelyeket megjártok,
Ezek nem abba a fehér borítékba kerültek, mint a bálán díja, hanem tudjátok, hogy mibe kerülnek? Egyszer a Bibliában egy asszony kiállt az Isten embere után. És azt mondja, hogy Isten embere, állj meg, mert baj van. Az én uram félte az urat, a férjem félte az urat, az én kérdésem az, hogy és te miért nem? A férjem meghalt, és én itt maradtam a két fiammal. És fel kell neveljem a két fiamat, és nem tudtam, és kölcsön kértem a hitelezőtől. A hitelező pedig adott. És aztán egyszer beállított hozzám, és azt mondta, hogy asszony, most fizess ki, amit adtam. És én azt mondtam neki, hogy nem tudok fizetni. És a hitelező azt mondta, semmi baj, asszony, akkor viszem a két fiadat. Testvérek, tudjátok, hogy milyennek ezeknek az utaknak az ára? A fiad, meg a lányot, a családot, az unokáit. És ha ezeket az utakat nem vallod meg ma este, és elmész tovább, elmersz menni tovább előre a helyről, a szemed láttára, megmondom előre, hogy mi lesz, a szemed láttára fognak tönkre menni a te gyermekeid, a te bűneid miatt. És szenved az unokád, és nem tudja, hogy miért. Nem tudja, hogy miért. Hogy miért van az életében az, hogy nem tud közösséget teremteni, nem tud kapcsolatot, nem tud kuckót teremteni a házasságában, nincs otthon. Miért? Mert egyszer rajtad keresztül bejött az ördög. Segítséget kértél az ördögtől, és testvérek, ő mindig ad, ő tanácsot ad Bálámnak is, csak egyszer jön, és kéri az árat. És ekkor jön az Úr, és azt mondja, hogy asszony, mi van, mi maradt még a házadban, mi van, maradt valami, vagy teljesen kifosztott a cigi miatt, a drog miatt, az ital miatt, az ördög. És azt mondja az asszony, hogy még ennyi kicsi olaj maradt egy korsó alján. És akkor azt mondja az Isten embere, hogy menj a szomszédba, kérjél edényt, a szomszédból kölcsön annyit, amennyihez hited van, annyit kérjél, amennyihez hited van. Menj be a belső szobádba, zárd be magadat a gyermekeiddel, és kezdj el tölteni a megmaradt olajból. És az asszony megcselekszi, és elkezd folyni az olaj, és telnek meg a korsók, és amikor az egyik gyerek azt mondja, hogy nincs már üres edény, akkor eláll az olaj. És azt mondja az Isten ember, asszony, menj, add el ezt az olajt, fizess ki a tartozásodat, és ami megmarad, abból élj boldogan a gyermekeiddel, mert az Istenhez fordultál végül is. Drága testvérek, ez egy családban az átok. Ez egy családban az átok. Évekkel ezelőtt Kárpátalján evangélizáltam, és testvérek, csak azért, hogy tanuljuk missziót, egy héten keresztül a lelkipásztorral a családot látogattam a faluba, hogy hívjuk az embereket az evangelizációra. Mindenhol a faluba azt mondták nekünk, hogy elkéstek már a hívogatással. Kiderült, hogy a 84 éves öreg tiszteletes asszony, akinek a férje a lágerbe volt hosszú ideig, feljárt három falut az evangelizáció előtt. 84 évesen, testvérek. Bement mindegyik házba, és kedvesen mindenkit meghívott az evangelizációra. Ennek az eredménye az lett, hogy harmadik este már a templomot ott kellett hagyjuk, ki kellett menjünk a templomba, és egy nagy hatalmas sportcsarnokot ki kellett bérelni, hogy ott tartódjon az evangelizáció, és az evangelizáció végén felállott, és felszólította az embereket 84 évesen, hogy térjenek meg, és elmesélte azt, hogy 17 évesen elment egy jósnőhöz jósoltatni. És a jósnő elkezdte nézni a kezét, és azt mondja, hogy ilyen jegye lesz a liceumban, meg olyan, meg ides. Azt mondtam neki, hogy engem nem a jegyek érdekelnek az iskolában, hanem ki lesz a férjem, hány gyerekem lesz, hol dolgozok. És azt mondja, rám nézett a jósnő,
és ennyit mondott, kiizadva, kínlódva, nem látok 19 évnél tovább. És ránk mosolygott, és azt mondja, hogy tudjátok, hogy miért nem látok 19 évnél tovább? Mert 19 évesen adtam át az életemet Jézusnak. Mert testvérek, az ördög mondja az övét, akik hátszegre lejönnek, mert már a pszichiátria előtt vannak a démonvilág miatt, azok mind azt mondják, hogy de Miklós tiszteltes, maga érti, hogy amit mondott, az az mind beteljesedett. Hát hogy ne értem én, testvérek? Tudjátok, hogy miért értem? Mert a megtérésem estején éjjel 3 órakor felköltött az ördög. És azt mondta nekem, ó, Bódis Miklós, állj te le! Neked nem csak annyi bűnöd van, amit 9 órakor megvallottál. Nézd meg neked, ez is még az is, meg amaz is. Csak hogy testvérek, már tudtam, hogy a bűnnel hova kell menni. Aztán testvérek azt kérdezte tőlem, hogy te a hívő néphez akarsz csatlakozni? Na nézd meg, hogy mi fog történni veled, hogy köpnek le, hogy vetnek ki, hogy ítélnek el. És testvérek, tudjátok, hogy mi történt? Amit azon az estén mutatott, az mind beteljesedett. Tudjátok, hogy miért? Mert ő a mocskát mutatta. Egy valamit nem tudott megmutatni titeket itt ma este nekem. Egy valamit nem tudott megmutatni a testvéreimet, akik Krisztusban nyerek. Egy valamit nem tudott megmutatni, az áldásokat, amit az Isten fog nekem adni, hogy őt követem. Na ezt nem tudja megmutatni a gazember, mert ez nem az övé. Az ő mocskát mondja, hogy ez lesz veled, az lesz veled, mert az az övé, te meg az övé vagy. És abba belelát, azt tudja mondani előre. Testvére, nem vettétek észre, hogy a Belsazár király lakomáján egy kéz ír a fehér falon? És a király megijed, és hívja az asztrológusokat, a jósokat, a nézőket, és azt mondja, mondjátok meg, hogy mit ír a kéz a falra. És azok nézik, tátják a szájukat, és azt írja a Biblia, hogy káldeus nyelven volt, az ő nyelvükön volt leírva. És nem tudják megfejteni, elő kell taparni valahonnan a hívő Dánielt, aki harmadik volt az országban, de nincs ott, ahol a világ tivornyázik a Belsazár lakomáján. Pedig a felemberek mind ott voltak, de ő nem volt ott. És egyszer nézzétek meg, hogy ez a világ az Isten hívő népére szól. Elő kell valahonnan szedni Dánielt, mert ami oda van írva, az csak ő tudja. És drága testvérek, előveszik Dánielt, és azt mondja, hogy király, megmondom, oda az van írva, hogy elég volt. Eddig volt. Ma este vége. Az Isten hívott téged megtérésre, az Isten megmutatta az ő kezét az apádon, Nabukadnecáron, te ebből kellett volna tanulni, de te nem tanultál, ma este vége van, király, és azonnal az éjszakán megölték Belsazárt. A káldeusok királya. Testvérek, ő el tudta olvasni, mert az Isten keze írta, a káldeus nézők, jósok, asztrológusok nem láttak bele, mert nem látnak bele, az ördög nem lát bele az Istennek a munkájába. Testvérek, a hátszegi medencébe tolja össze magát már évek óta, hogy lehelyeztem Bódis Miklóst oda izolációba, hogy ne legyen kapcsolata hívőkkel, ne tudjon prédikálni. Ez meg megy Rozsnyótól Szlovákiáig, meg Szerbiától Németországig, és prédikálja az evangéliumot. Testvérek, kitol saját magával! És nem bírja, hogy tudott ilyen öngolt lőni saját magának, testvérek. Tudjátok, hogy miért? Mert nem lát bele az Istennek a kezébe, és az Istennek a munkájába, s ha Isten egy emberről elhatározza, hogy meg fogja áldani az életét és a családját, akkor jöhet mind az ördög az átkába, és az egész bandériájába. Testvérek, az életedben áldás van, vagy átok van. Na most testvérek, most jön a nikolaiták tanítása. Azt mondja az ige, hogy mivel Bálám nem tudta megátkozni Izraelt, ezért megtanította Bálákot,
hogy hogy vegye rá Izraelt, és most figyeljetek, hívő testvérek, hogy hogy csalja törbe az Isten népét. Tudjátok, hogy mit mondott Bálám, és hogy gondolkozott? Én nem tudom megáldozni Izraelt, mert az Isten megáldotta, de egyet meg tudok tenni, hogy rávegyem Izraelt, hogy úgy éljen, hogy ő vonja magára saját maga az Isten átkát. Én nem tudom őt megáldozni, de olyan csalá, hogy ő éljen úgy, hogy az Isten át, hogy kiváltsa az Istennek a haragját, és az Isten haragjába elpusztítsa Izraelt. És azt mondta, tudjátok, hogy mit csináljatok? A Moab mezején Bálák, húzzatok fel sátrakat. A sátrak elé csináljatok nagy bográsgulyásokat. A sátrak elé. A sátrakat töltsétek meg iával. Legyen jó zene, nevezétek el falunapnak, ahogy emlékmű szentelésnek, ahogy gondoljátok, és ezekre az alkalmakra hívjátok meg Győzikét, Fekete Pákót, meg Korda Gyuri bácsi Klárikával énekel. Igen, idős mami testvérek, mosolyogtok, de ha ma este itt Gyuri bácsi meg Klárika néni énekelne, akkor biztos azt mondtad volna a gyerekednek, meg az unokádnak, hogy kis unokám, az ő dalán nőttem fel, gyere, hallgass meg, olyan szépen énekel. Ja, de evangelizáció, aludjon a kis unokám. A Korda Gyuri énekelne, mind itt tele lenne ma este. Nem csak ennyien lennénk, 500-an, hanem 1500-an lennénk itt. Testvérek, ezt ki kell találni. Csináljatok falunapokat, és erre a falunapokra hívjátok meg a hívőket. Na most lássuk. És drága testvérek, azt írja a Biblia, hogy először a hívők nem mentek el, csak ólálkodtak. Ólálkodtak a sátrak mögött. Aztán, ahogy ólálkodtak, nézelődtek, azt mondták, hogy de jó lenne bemenni. Mit mond a nagyobbik fiú, a tékozó fiú bátyja? Apám, te nekem nem adtál egy liter tokai bort, meg egy kecskét, hogy egyszer én a barátaimmal jót murizzak egyet, pedig nézd meg, hogy ez a kisebb fiú, ez meg elvert mindent, és te mégis, amikor hazajöttsz, ezt megbánta, akkor téged, te meg visszafogadtad. Hát, igaz ez? Igazság ez. És testvérek, ott van a szívében a vágy, ott van a szívében a vágy, fel kell az embernek a szívében a vágy, és végül a Biblia azt írja, hogy bemennek a moábiták sátrába, és történik valami. Mózes és a vének ott sírnak az Isten kijelentés sátra előtt, hogy hova jutott Izrael. Fáj nekik, hogy hova jutott belényesbe a hívő nép. Nem tudom, testvérek, nektek fáj az elbukott ember? Az elesett ember? Fáj az az ember, aki szövetséget kötött valamikor 14 évesen az Úrral, most a kocsmában van, felrúgta ezt a szövetséget? Fáj nektek az elveszett tenger? Mert nekem igen. És ismerem az Istennek a fájdalmát, amikor egy ember elkárhozik. Ismerem az Isten fájdalmát, amikor egy ember elveszik. Amikor lekerültem Hátszegre, akkor vittem magammal egy malacozó kocát. Visszadobták, nem vették be, a vágóhídon felneveltük, és kellett malacozzon, és testvérek, rá egy napra már a malac készült fialni, és rá egy napra, ahogy oda lekerültünk, fialt meg, de ahogy lekerültünk, bejön hozzám egy román férfi, és azt mondja, hogy tiszteltes úr, maga nem ismer engem, most jöttek ide, de meghalt az édesanyám, Bátori Mariskának hívják. Az egész család nem tud magyarul már, 82 éves volt az öregasszony, így, de tudja, mert nem kell ügyet csinálni belőle, odavaló volt már. Odavaló volt. Jöjjön holnap, temesse el. És drága testvérek, kiülök egy bugykóra a koca mellé, hogy jönnek a kis malacok, és elkezdek perelni az Úrral. Uram, a megtérés után én vállaltam a tiszta evangéliumot, és nézd meg, hogy mi lett a következménye,
engem elítéltek, ide küldtek, én nem prédikálom többet. Én nem hirdetem többet az igét. És testvérek, ebben a pillanatban elindulnak születni a kismalacok. 12. Egyik aranyosabb, mint a másik. Vettem el, töröltem meg, vettem el a farkasfogait, tettem be egy kosárba őket szépen. Olyan gyönyörűek voltak, hogy az nem igaz, és a 12-nek jött egy vakarcs. Egy gyenge, egy se, láttam azt, hogy ez egy fél órát nem fog élni, és ahogy ott ülök, a 12. kismalac meghal a kezembe. És hát még egy csirkét is sajnálsz, amikor meghal. Ott elkezdtem sajnálni a malacot, és az Isten ekkor megszólal, Bódis Miklós, te sajnálod ezt a 12. malacot, igaz? Pedig nézd meg a 11 milyen szép, gyönyörű, egészséges. Ez a 12. ez pont olyan, mint Mariska néni, odavaló volt, hogy meghaljon. Én ne sajnáljam azt a 12 000 embert, aki a városban van, és nem tud különbséget tenni a jobb keze meg a bal keze között. És testvérek, akkor éltem át azt, hogy fáj az Istennek, amikor meghal egy odavaló. Értitek? Akire senki nem adott egy banit se, akire már senki nem fordított semmilyen energiát, ember, elveszett ember, és ott elkezdtem sírni, megyek Uram, és átéltem az Istennek a fájdalmát, hogy fáj az Istennek egy elveszett ember, amikor elkárhozik. Testvérek, átéltétek az Isten fájdalmát, mert Mózes meg a vének ott ülnek a kijelentés sátra előtt, és sírnak, hogy hova jutott az Isten népe, és akkor történik valami Zimri és Kozbi, az egyik vezető embernek a fia, és a moábiták egyik vezető emberének a lánya, fényes nappal jönnek a sátorba, és bemennek paráználkodni. Izrael fiainak a szeme láttára, nem este elbújva, hanem a síró Mózes a vének előtt, az Isten nép előtt, testvérek, már oda jutottunk merészségbe, hogy félelem nélkül az Isten nép előtt követjük el a bűnöket, és még mi kérjük ki magunknak, hogy megintenek bennünket. Még mi kérjük ki, hogy már szólni a prédikátor testvér, hogy már szólni a gyülekezet, hogy már engemet meginteni. És testvérek, bemegyek fényes nappal a sátorba paráználkodni, és akkor Fineás oda megy, bemegy a sátorba, és a dárdával átszúrja a két paráználkodót, és azt mondja az ige, hogy az ő tette fordította el az ítéletet Izraelről, mert már 22 000 áldozata lett ennek a bűnnek. Drága testvérek, az egyháznak, és én látom a református egyházam nyomorúságát, a problémája az, hogy ima héten a lelkész arról beszél a presbitériummal, hogy melyik pap melyik este jön, és az mit iszik, viszkit szeret, vagy sört szeret, vagy szilvapálinkát szeret, azt szerezzük be. Van ilyen gyülekezet, testvérek, ahol ez folyik. Van olyan gyülekezet, ahol amikor elhangzik a megtérés igénye, akkor azt mondják, hogy Bódis Miklós szektás. Ne hallgassatok rá, testvérek, én tudom, hogy kinek hiszek. És én tudom, hogy kinek a szolgája vagyok. És ki mellett döntöttem. És testvérek, én ma este mielőtt bejöttem volna ide hozzátok, egyet imádkoztam, amit Illés a Kármelet. Uram, hadd tudja meg ez a nép, hogy én a te szolgád vagyok, és hogy te vagy az Isten. És hogy te vagy az Isten. Én azt akarom, hogy a Belényesi medencében tudjátok meg, hogy az Isten, és tudjátok meg azt, hogy ki az ő szolgája. És testvérek, nézzétek meg, hogy az egész Bibliának a szentségét, az egész hívő életnek a tisztaságát dobjuk a sarokba, a szemétládába, és lemondtunk arról, hogy szentül és tisztán éljünk az Isten előtt. És megtartsuk az ő ígéretét, nem merem vállalni, mert akkor retorzió lesz, akkor oda jutok, ahova ez. Hát inkább oda, testvérek.
Szeretném nektek elmondani, hogy 2017-ben, amikor volt ez a nagy reformáció eufória, az volt kiírva, az van az én autómon is, hogy 500 éve reformáció, elnéztem egy S betűt, mert azt hittem, hogy az van odaírva, hogy 500 éves a reformáció, ezt aláírom, de 500 éve reformáció, én 50 évet töltöttem, testvérek, és 50 év alatt még nem láttam reformációt Erdélyben, akkor nem biztos, hogy a 450 év alatt is volt. Győzzenek megfelőle, testvérek. Mert 50 éve, mondjátok meg nekem most, hogy hol van reformáció, mert most ülök fel a vonatra ma este, és megyek oda, vagy a buszra. Mondjátok egy helyet, ahol reformáció van. Mert megyek oda. A reformáció azt jelenti, ahol tömegesen újulnak meg és térnek meg emberek. Ez a reformáció, testvérek. És volt ez az eufória, és utaztam mindenfele, hívtak Augsburgba prédikálni, Münchenbe, mentem a lányaimmal, énekeltek gitárral, és láttam ezt a nagy eufóriát Erdélyben, láttam a nagy sárga táblákat Magyarországon a parókiák előtt, hogy Orbán Viktor 25 milliót, 40 milliót, 60 milliót, épültek óvodák, parókiák, templomok, és tudjátok, hogy mit láttam mindenhol. Az Isten senkinek nem kellett. Meg vagyunk mi jó nélküle. Van jó kormány, van pénz, jön a segítség, megy ez. Újraépítjük mi a romokat, amit lebontottak, azt újraépítjük. És drága testvére, megfáradtam, és októberben azt mondtam az Istennek, hogy leültem egy nap, elcsendesedtem, és azt mondtam, hogy Uram, nem látod, hogy nem kell ez senkinek, én többet nem megyek predikálni. Én is tudok, testvérek, tudnák ma este otthon lenni, hátszegem a bőrfötelen, nézni a Duna-tévét. Mit keresek én itt ma este? Testvérek, nincs nekem jobb dolga. Uram, nem megyek. És testvérek, ahogy ott ültem a kanapén, jött két hír. Két lelkész barátom felakasztotta magát. Egyik Magyarországon, a másik pedig itt Erdélyben. Mind a kettőt ismertem. Magyarországon prédikáltam egy gyülekezetbe, és ő átjött az evangelizációra, és a lelkész úgy mutatta be a kiáratnál, hogy Miklós, ezt az embert nézd meg, na ennek megy, minden héten fenn van a parlamentben, kéri a segélyt, ez már ezt is csinálta, azt is csinálta, amaszt is csinálta, mindent megcsinált, testvérek. A saját életét nem tudta megmenteni. És drága testvérek, akkor megijedtem arra, hogy amit én látok, az csak a felszín. Az csak a felszín. A mélyben ott van a baj. És szükség van az Isten fiainak a megjelenésére, és az Isten gyermekeinek a szolgálatára és igehirdetésére. És akkor azt mondtam, hogy Uram, megyek, csak azt mondd meg nekem, hogy mit mondjak a magyar népennek. És testvérek, akkor kaptam két igét, és a két igét a felolvasom nektek. Az első ugye Ószövetség, mert a Bibliaolvasó vezérfonalban van egy Ószövetség és egy Ószövetség. Jeremiás 15:2, ha pedig megkérdezik majd tőled, hogy hova menjenek. Ezt válaszold nekik. Így szól az Úr. Aki a halálra méltó, az a halálra. Aki a fegyverre méltó, az a fegyverre. Aki éhségre méltó, az éhségre. Aki pedig fogságra méltó, az fogságra. Miklós, menj el és mondd el a magyar népnek, hogy akinek nem kell az élet, annak marad a halál. Aki éhségre méltó, akinek nem kell az életnek a kedve, az éhségre. És aki pedig fogságra, aki rab akar maradni ma estétől, mert nem kell neki a szabadság. Aki rab akar lenni, és azt mondja, hogy rab maradok, ott az Isten feltöri a záraidat,
leveszi a bilincseidet, leoldja a köteledet, ma estétől szabad lehetsz a Jézus vére által. Ha neked a rabság kell, akkor marad a rabság, testvér. És az ige átirányított a Biblia utolsó lapjára, oda küldött, ahol a következőt találtam, Jelenések 22.11. Aki gonosz, legyen gonosz ezután is. Aki bűntől szennyes, az legyen szennyes ezután is, aki pedig igaz, az cselekedjék igazat ezután is, és aki szent, az legyen szent ezután is. Testvér, ma estétől mi akarsz lenni? Nincs igazság Romániában? Nincs. Tudod, mit ajánlok? Kezd el te először cselekedni az igazságot, és meglátod, hogy felragyog a te igazságod és a te napod. Fel fog ragyogni. Nincs szentség a gyülekezetben? Lehet, hogy nincs. Kezd el te cselekedni és élni a szent életet először, és meglátod, hogy lesz meg szentelt élet. Döntsd el ma este, hogy mi lesz az életedben. Áldás vagy átok, szenny vagy szentség. Ezt kell eldönteni, és a faludba majd legyen akármilyen a faluszája, pillanatok alatt ki fog derülni, testvére, hogy te kinek a seregéhez tartozol. Nem kell egy hét, és meg fogják kérdezni, hogy te ki vagy. Te ki vagy? És veled mi van? És te hova tartozol? És elmondhatod akkor, hogy én az Isten megszentelt népéhez tartozok. Én nem a néptáncpartikra járok, én nem a bulikba járok, én nem a bárokba járok, én nem az Isten gyalázó bálámok közé, és az átkozódó emberek közé, hanem én az Isten megszentelt népéhez tartozok, és velük együtt haladok a menny felé. Vágysz ezután, vagy benned van a közönséges lelkület? Drága testvérek, én ma este mielőtt közületek eltávoznák és elmennék, szeretném végezetül elmondani, hogy itt miért izadok ebbe a nagy posztókabába. Mert láttam, hogy amikor feljöttem a szószékre, sokatoknak a szemébe ott volt, hogy vajon fázik, olyan jó meleg van itt. Meg olyan jó meleg volt minden este, hogy ennyien itt voltunk, meg jó fény volt, meg kényelem. Szeretném nektek elmondani azt, hogy ez a kabát, ami rajtam van, 178 éves. 16 éves voltam, amikor nagyapámtól konfirmáció napján ajándékba kaptam. Nagyapám lejött a Havasról, lehozta ezt a kabátot, ideadta, és édesanyám elővett egy könyvet, és aminek ez a címe, hogy a kalotaszegi magyar nép viselete, és a könyvben megmutatta ők nagyapámat ebbe a kabátba lefényképezve Kós Károlytól 1903-ba, ebben a kabáttal, és a kép alatt ott van, hogy ez a kabát 1903-ban volt 60 éves. És amikor megláttam, hogy milyen jó állapotban van, még egy van belőle a Magyar Belőlemostori Múzeumban, több nincs, ez a két kabát van, megláttam, hogy milyen jó állapotban van, ezt én koptattam el így azóta, annyit jártam vele, akkor megkérdeztem, hogy édesanyám, miért maradt meg ez a kabát ilyen jó állapotban? És édesanyám azt válaszolta, hogy azért, kisfiam, mert az apáid egy életen keresztül egyszer, legfeljebb kétszer, de ha háromszor, legtöbbször felvették, akkor is csak egy órára. És még inkább elcsodálkoztam, és azt kérdeztem, hogy édesanyám, mire volt jó ez a kabát? És ő azt válaszolta, ezt akkor vették fel az őseit, amikor a vőlegény megkérte a násznagyát, a barátját, hogy menjen el a menyasszonyos házhoz, és kérdezze meg a menyasszonytól, hogy jön-e most már feleségül férhez, a vőlegényhez. Mert addig, ameddig menyasszony vagy, addig olyan, mint bizonytalan, labilis. A Biblia azt mondja, hogy kétfeles antikáló. Egyszer a templomba, egyszer a bárba. Egyszer a táncba, egyszer a Biblia órán. Na ez a menyasszony, testvérek.
De amikor eljön az idő, hogy asszony legyél, akkor teljesen a nő legényé leszel. És drága testvérek, én ma este belényesben ezt a kabátot úgy hordom, mint az apáim hordták, és ugyanazért jöttem belényesbe, semmi egyébért, amiért az apáim mentek a kabáttal a mennyasszonyos házhoz, megkérni téged a vőlegénynek, aztán én tovább megyek. Hogy mit válaszolsz ma este a vőlegénynek, Jézus Krisztusnak? Végighallgattál négy este igét. Beszélt Isten neked az ő seregéről és az ördögnek a brancsáról, barlangjairól, sátrairól, táborairól, ahol pusztulás, halál, átok van. Ma este Isten kéri a szívedet, és szeretném elmondani, hogy ma este Isten a parázott szívedet kéri. Ő tudja, hogy ki vagy. Ő tudja, hogy te ki vagy és mi vagy, mi van benned, és ő mégis kéri a szívedet. Odaadod neki? Mondod-e azt, amit egy lány mondott, Rebekának hívták, amikor megkérdezték tőle, hogy elmersz menni evel a férfibe? És képzeljétek el, hogy soha életében nem látta Izsákot, nem tudta, hogy öreg, csúnya, milyen. És mégis bízott. Ez a hit. Amikor elindulsz, nem tudod, hogy mi vár rád, de az Isten azt mondja, mert az Isten mondja, hogy én meg foglak téged tartani, te rámered bízni magadat, és az egész ügyedet, s a családodat, s a jövődet az Istenre. Na ezt nevezik hitnek, testvérek. És megkérdez menni, és Rebeka azt válaszolta, hogy elmegyek. Testvérek, ti ma este mit választottok? Marad tovább az az élet, amit él a világ, él a falu, él a város, élnek világi meg egyházi vezetők, a romlásnak az útja, a pusztulásnak az útja, és tanítják a nikolaiták tanítását, nem kell megtérni, nem kell újjászületni, nem kell ezt komolyan venni, nem kell az Istenhez fordulni. Ez a nikolaiták a világiasság, a liberalizmusnak a tanítása. Kompromisszumot kötött mindennel, mindegy, hogy mit mond az Isten, én élek úgy, ahogy élek, vagy akarod-e ma este választani Jézussal a megszentelt tiszta életet? A megszentelt tiszta életet. Mert testvérek, én ma este is itt belényesbe, előttetek bizonságul tanul hívom az eget és a földet. Ha közületek valaki nem mer majd tanúskodni az ítélet napján, le akarná tagadni ezt az eset. A föld és az ég a tanúm lesz, hogy én az életet és a halált adtam néktek előtök be ezen a négy estén, az áldást és az átkot. És Isten azt mondja, ember, válaszd az áldást. Válaszd az életet, dönthetsz ma este. Élet és halál között, örök élet és örök kárhozat között. Melyiket választod a kettő közül? Isten tanácsot ad. Azt mondja, hogy válaszd ma este az életet, hogy élhess te is, meg a ti gyermekeitek is ott, a terembe, meg az unokáitok, hogy nekik is életük legyen, hogy 16 évesen majd ne kószálják belényesnek az utcáit éjjel 12 órakor. Mert ha nem térsz meg, ezt fogják csinálni. Mert ezt látták. A közönséges világi életet, és testvérek, hadd mondjam el, hogy ebből az életből a 14 éves lányok, meg a 17 éves fiúk, látom őket, menekülnek ki az utcára, csak ne kelljen otthon lenni, és végighallgatni aput meg anyut. Miért? Mert fáj a szívük, hogy te a nikolaiták tanítása szerint vagy, és egy kislányt evel küldtem Budapestre egy pszichiáterhez, hogy azt mondta, hogy apuka, megtértetek, anyuka, megtértetek. És úgy éltek, hogy nem tudom feldolgozni itt a fejembe, hogy lehet így élni.
Hogy lehet így élni? Testvérek, az átok kell, vagy az áldás? Ma este eldöntheted. És az Isten ma este neked, hogy ide hívott téged, megadja az esélyt, hogy dönts mellette. Ezért szeretnélek felszólítani téged személyesen. Ma este azt, akinek a négy este után szívébe megérlelődött, hogy ő Jézus szeretné követni, hogy most az evangelizáció végén eléneklünk egy éneket. És ha ez alatt, az ének alatt úgy érzed, hogy Isten szent lelke téged hív, és te követni akarod őt szentségben, és át akarod adni neki az életedet teljesen ma estétől, hogy neki élj, és neki szolgálj, ez alatt, az ének alatt gyere ide előre. Szólni fog az ének, és ha te most azt érzed, hogy neked a lelkedet meg kell menteni a kározatból, akkor kelj fel a helyedről, ne nézd azt, hogy kit kell felkülteni a sorba. Ne nézd azt, hogy kinek lépsz rá, ne talán a lábára. Ha az élet kell neked, akkor indulj el, az ének alatt gyere előre, és fogadd el az Istennek a kegyelmét. Én arra kérlek az ő nevében, hogy ne engedd, hogy ez a ma esti vonat elmenjen, hanem vidd biztonságba az életedet. Ne nézd, hogy ki mit mond majd, ha hazamész, vagy mit mondanak rólad a faluban. Tudjátok, akik 20 évvel ezelőtt azt mondták, hogy megmutatjuk, hogy neked nem lesz falást a válladon, azok ma mind a sárga földben vannak, nekem pedig van palást a vállamon. Ítéljétek meg ti magatok, hogy kire kell hallgatni. Emberekre? Kinek kell engedelmeskedni? Embereknek vagy az Istennek? Az Istennek. Hallgassatok az Istenre! És hogyha az Isten hív téged, ha az Isten ma este téged megszólított, és te hátat akarsz fordítani a szemétnek, a mocsok életnek, annak, ahogy eddig éltél a bűnnek, akkor ez alatt az ének alatt gyere előre, hogy imádkozhassunk érted, hogy Isten tartson meg téged ebben a döntésedben, és őrizzen meg az úton. Ha van tehát valaki ma este itt, egy valaki, ma néznek az angyalok a mennyből, hogy van-e egy, akinek kell a meggyalázott, megöletett, kicsúfolt bárány. Kell-e valakinek az ő megszentelt élete? Az jöjjön és vegye az életvizét ingyen. Énekeljünk egy éneket, testvére. Bús sötét égből, börtönömből, Jézus, jövök hozzád. Ez alatt az ének alatt, ha valaki vágyik a megszentelt életre, vágyik követni Jézus, indulj el karból, kelj fel és gyere, és vedd az életvizét, és én az ő nevében hirdetem ma este neked a bűnök bocsánatát, és az örök életet, hogyha jössz Jézushoz, akkor ő megígérte azt, hogy neked örök életet ad. Ezért gyere, és vedd el a koronát ma este a Krisztus kezéből. Énekeljük ezt az éneket. Amen.
emberek, van-e még valaki elveszett ebben az imaházban? Van-e még valaki, aki el van veszve ebbe az imaházban? Mi lesz, ha ma este az utolsó este? És lejár a kegyelem, és többet nincs esélyed, és nem lesz lehetőséged megtérni. A legnagyobb bűn, amit elkövethetsz ma este, hogy ezt az egészet végighallgattad, végignézted, énekled, hogy Jézus, jövök hozzád, és hazudsz a szádon, mert soha nem jöttél Jézushoz. Soha nem adtad át az életedet neki. És énekled, itt álmokul az Isten előtt, hogy Jézus, jövök, és ülsz a fenekeden, és mész a pokolba. Testvérek, hogy ma este senki nem mondhassa azt, de senki az ítélet napján, hogy Isten nem adott neki még egy esélyt. Ennek az éneknek az első verszakát még egyszer elénekeljük, de csak az elsőt. És aki a halált akarja, az maradjon a halálban a helyén. Akinek kell az ének, ez az egy verszak alatt jöjjön, és akkor bezárul az ajtó, testvérek. Ha valaki akarja, akkor most jöjjön, és vegye az életvizét. Igen. Még egyszer, csak az első verszak. Szeretnélek egy igével köszönteni benneteket, akik kijöttetek. Ezt Jézus mondta, ő azt mondta, hogy aki én hozzám jön, én a semmiképpen ki nem vetem. És hirdetem neked ma este akármilyen sok a bűnöd, hogy mivel te ma este Jézushoz jöttél, és felvállaltad őt, ő téged soha többé ki nem fog vetni, hidd el. Ha te hűtlen maradsz, ő akkor is hű marad. Ő saját magát meg nem tagadja, és sem az ígéreteit nem fogja neked megtartani. Életed utolsó pillanatáig, és a halál árnyékán keresztül is megfogja a kezedet, és be fog vezetni téged az ő dicsőséges országába, mert tudjátok, hogy ő mit mondott? Hogy aki bizonságot tesz én rólam az emberek előtt, így sok a gyávol ebben a teremben. Akik nem merik vállalni Jézust az emberektől való félelem miatt. És ő azt mondja, hogy az utolsó napén ezeket le fogom tagadni az angyalok előtt. Majd fogják mondani, hogy Uram, ott voltunk a baptista imaházban azon az estén, nem ismerlek téged, nem tudom, hogy ki vagy. Azt mondja Jézus, aki bizonságot mert én rólam tenni az emberek előtt. Arról én is bizonságot teszek az Isten előtt, és ti ne féljetek az emberektől. Ne hagyjátok magatokat újra rabságba taszítani, ti inkább féljétek az Istent.
inkább legyen bennetek Isten félelem, mint embertől való félelem. Ha embertől félsz, akkor elveszíted az Isten félelmet. Tudjátok, hogy mit hiszek most? Hogy olyan öröm van, érted a mennyben. Ma este az egész angyalok nézték a Belényesi Baptista imaházatól, lesz-e egy, aki jönni fog, mert az Úr azt mondja, nagyobb öröm van a mennybe, egyetlen egy, ha ma este egyöt volna ide ki, nagyobb öröm van a mennybe, egyetlen egy megtérő bűnösön, mintsem 500-on, vagy 1000-en, vagy 2000-en, akik ott vannak, és ők azt mondják, hogy nekik nincs szükségük megtérésre. Ma olyan öröm van a Jézus szívébe fent a mennybe, hogy nem halt meg hiába, mert engedted, hogy ő megváltsa téged. Engedett, hogy ő a te életedbe beköltözön ma este. Örül a Jézus szíve, örül az angyaloknak a szíve, és hívő testvérek, örül a szívetek értünk. Nem hallom? Amen. Úgy van. Mert örül a szívünk, amikor azt látjuk, hogy ember születik a világra. És még egy kijött a sötétségből, és elfogadta a Jézus barátságát. Ezért ma este szeretnénk értetek imádkozni, megengeditek? Imádkozzatok értetek? És aztán szeretnék elmondani egy olyan imádságot, amelyet, hogyha te a magadénak érzel, akkor szünetet tartok minden mondat után, és arra kérlek, hogy mondd velem együtt az Úrnak, jó? Hajtsuk meg testvérek a fejünket a padba, és imádkozzunk ezekért az emberekért. Úr Jézus Krisztus, én magasztalom a te kegyelmedet, és a te Golgotán való áldozatodat, hogy ezáltal választottál magadnak sereget, és köszönöm az én testvéreimet, akiket ma este a te szereteted előre hívott, a te szent lelked indított, hogy ide járuljanak a te keresztedhez, és elfogadjanak téged. Úr Jézus, én arra kérlek, hogy tekints ma este rájuk. Könyörülj meg rajtuk, és ajándékozz meg, Uram, az üdvösségnek a bizonyosságával. Ajándékozz meg, Uram, a bűneik bocsánatával. Fogadd el őket, Uram, és töröld el az ő bűneiket a Jézus Krisztus nevéért, drága vére által, és fogadd be őket a te országodba, Uram, hogy részesei lehessenek annak a mennyei békének, annak az örömnek, amelyet mi megkaptunk akkor, amikor melletted döntöttünk. Kérlek, hogy hajolj le hozzájuk, öleld magadhoz őket, és egész életük során soha ne engedd el a kezüket, Uram, és add meg nekik, Uram, azt az erőt, hogy ők se engedjék el a kezedet soha. Hogy beléd kapaszkodjanak minden időbe, és kérlek téged, hogy tartsd meg őket a világ végezetéig a te kegyelmedbe. Imádkozok a családjaikért, Uram, a házuk népéért, és imádkozok mindazokért, akik majd az ő beszédükre és az ő bizonságtételükre fognak hívni benned, Uram. Használd fel őket, az ő életüket, szolgálatukat a te dicsőségedre, hogy neked éljenek és neked szolgáljanak örökkön örökké. Hallgass meg imádságunkat, az ő nagy nevéért, a fiúért kérünk. Amen. Amen. És most mondjátok utána. Úr Jézus Krisztus, köszönöm neked, és áldalak téged, hogy meghaltál értem a kereszten. Köszönöm a te drága véredet, amelyet kiontattál, hogy eltöröld az én bűnömet. Úr Jézus, én ma este előtte állok. Hozzád jöttem, Uram. Kérlek, hogy fogadj el engem. Én egy bűnös ember vagyok. Bocsásd meg a bűneimet.
Megvallom előtted tisztátalanságom, haragom, indulatom, gyűlöletem, rossz gondolatom, sötét utaimat. Kömörülj meg rajtam, Uram, és mosd el azokat a te véred által. Ma este kinyitom a szívemet előtted, Jézus. És arra kérlek téged, hogy jöjj be a szívembe, és lakozzál az én életembe. Újíts meg engem, szűj újjá, és formálj engem te képedre és hasonlatosságodra. Köszönöm, hogy meghallgatsz engem, hogy megáldasz engem, és az én hitem által megáldod az én házamat is, az én családomat is, a két kezem munkáját. Használj fel engem a családomban, és adj nekik is mindegyiknek örök életet. Köszönöm, hogy elfogadtál ma este engem, hogy meghallgattál. Én megvallom a világ előtt, az angyali sereg előtt, a démon világ előtt, hogy te Úr és Isten vagy. És akarom, hogy Úr és Isten legyél az én életemben is. Ma este a számmal vallom, és a szívemmel hiszem, hogy te vagy az Isten fia. Tied legyen a dicséret, a dicsőség, a tisztesség és a hálaadás, hogy elfogadtál engem. Amen. Az Úr áldjon meg titeket, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az orcáját ti rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az orcájának világosságát rátok, és adjon nektek békességet az ő egyszülött fiáért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. 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 Menjetek helyre, testvérek. Drága testvérek, mindazok számára, akik ma este előre jöttek, és akik a helyeiken maradtak, azért, mert már régebb meghozták életükbe ezt a döntést, és átadták a szívüket az Úr Jézus Krisztusnak. Befejezésül mindegyiketek számára három bíztatást szeretnék a szívetekre kötni, mielőtt elmennék a gyülekezetből. Az első bíztatás az, hogy az Isten országa felé vezető utunkon, a pusztai vándorlásunk során szükségünk van mannára, minden nap frissre. Ezért ma este azt szeretném ajánlani testvérek mindenkinek, hogy gondoskodjon mannáról. Ez azt jelenti, hogy nézzétek meg az én fegyvereimet minden nap, reggel és este. Ezek a fegyverek. A manna az élő Istennek az igéje. De a Biblia az nem jóskönyv. A Biblia nem olyan, hogy valamilyen helyzetben vagyunk, kérdezzük az Istent, aztán kicsapjuk valahol, és akkor amit ott ír, az szerint döntünk. A Biblia nem jóskönyv, nem jósol a Biblia, hanem Isten azt mondja, hogy olvassátok az igét,
és aztán majd, amikor egy helyzetbe jutottok, akkor az Isten szent lelke eszetekbe juttatja, hogy mit kell cselekedni. De hát csak akkor tudja eszedbe juttatni, ha naponta olvasod. Ha nem olvastad, akkor nincs mi eszedbe jusson. Ezért minden nap friss mannát szedjetek, ezért nekem van egy ilyen útmutatóm is. Ez mindössze 4-50 vani volt egész évre, 2020-ra, és minden nap reggelre ad 2 igét, és minden este 2 igét. És én hajnali 5-kor leülök a kanapéra, oda teszem magam mellé a kis kávémat, vagy tejámat, és elkezdek beszélgetni az Úrral. És kérdezem, hogy ő mit akar, és ő ez alapján innen elmondja, hogy aznap hogy akarja, hogy éljek. És a kritikus helyzetbe jutok, eszembe juttatja, amit 2 héttel ezelőtt olvastam eszerint ebből, hogy milyen döntést hozzak meg az életembe, és így van kapcsolatom az Úrral. Én beszélek hozzá, ő pedig beszél hozzám, és az Isten szent lelke élővé teszi az Isten szavát, hogy eszerint éljek szentségbe. És drága testvérek, nekem is van egy, amit ajánlottam minden este, nekem ebben az évben Max Lucado, a kegyelem napról napra 365 bibliai üzenet, mert a jó pap a szót is tanul. Amikor meghal a fejfájára, tudjátok, hogy mit írnak? Befejezte a tanulmányait. És akkor kezdődik az Isten országa. Én is minden nap olvasok egy igét, és ez a könyv egy oldalon elmagyarázza azt az igét nekem, hogy én is értsem, és mélyebben menjek a Krisztussal együtt, vele együtt az úton. Egyik évben Hol Cseri Kálmánnak a könyvét választom, másik évben Trauch Lizának, harmadik évben Spurgeonnak, negyedik évben Chambersnek, ötödik évben Liszky Ferencnek. Vannak testvérek napi igéit, ott már látom, ki ne fogyott mindig, az 70 darab. Tehát vagy még egy van, vagy kettő. Igen, ebből a neféből, tehát olvassatok igét, hogy épüljetek és maradjatok meg a kegyelembe. A másik testvérek, amit a szívetekre kell szeretnünk kötni, járjatok hívő közösségbe. Én itt a környéken ismerek hívő lelkipásztorokat, tudok hívő prédikátorokról, vannak bibliaórák, vannak hitmélyítő alkalmak, és várják a megtérteket arra, hogy épüljenek hitáltal, és testvéreim, akárhogy nézed a hívőket a hibáikkal, nevesd meg őket. Nevesd meg az Isten népe között a leggyengébbet, a legerőtlenebbet, hanem Pál azt mondja, hogy egymás terhét hordozzátok, vegyétek fel, és azért a hívőért, aki elbukott, kezdjetek el ma estétől bőtölni, meg imádkozni belémesen. És a környéke, hogy újra felállhasson, hogy újra megtérhessen, hogy újra Krisztussal járhasson. Nézzétek meg, hogy Izrael népe mindig csapatba haladt. Nem történt az, hogy a pusztában, a homokban a 40 éves férfiak azt mondták, mi tudunk menni 25 kilométert. És a majd a hátul, akik jönnek, azok majd utolérnek. Nem tudjátok, hogy mit mondtak? Azt mondták a 40 éves férfiak, hogy ahogy tud haladni a 85 éves kis mami, és ahogy tud haladni az a nő, aki a múlt héten gyereket szült, amennyit ő tud menni egy nap a pusztába, annyit megyünk. És amikor Miriam leprás lett, akkor kizárták egy hétig a táboron kívül, de testvérek, senki nem ment tovább. Bevárták, még visszajött. És amikor visszajött, akkor azt mondták, hogy na most megyünk tovább, és az Isten megáldotta a menésüket, hogy ahova kell menni, ott érjenek oda, de azt mondták, hogy Fáraó, mi nem hagyunk hátra senkit. Azt mondta a Fáraó, hogy a gyerekeket, meg az asszonyokat, azokat, hogy ne. Mi mindenkit viszünk. Mi nem hagyunk Egyiptomba senkit. Mi mindenkit viszünk, és együtt megyünk, és segíteni fogjuk egymást az úton, hogy mindnyájan megérkezzünk a célhoz. És harmadik testvérek, Áron is vegyétek meg az alkalmakat. Van egy ilyen hely, hogy Biatorbágy.
a szükségét érzitek, hogy megújuljon a házasságotok, a hitetek, áron vegyétek meg, és menjetek el gyógyulni, tisztulni a táboron kívülre. Ha valamelyik családban probléma van az alkohol miatt, van egy ilyen hely, hogy Csongor, Pocsai Sándor testvéremnél, 15 ezer ember gyógyult meg az alkoholból. Van gyógyulás, testvérek, csak be kell vállalni, hogy el kell menni. El kell menni. Tudjátok mennyi 10 napnak a költsége Pocsai Sándor testvéremnél? 4000 forint a 10 nap. Két ágyas szoba, férfeleség számára, a mocskos új ruha, és minden nap reggeli, ebéd, vacsora. 60 leér 10 nap. Megéri anyagilag? Én azt mondom, hogy meg. És testvérek, meg lehet gyógyulni. Vannak helyek, áron vedd meg az alkalmat, és hogyha segítség kell, kér segítséget. Hívd fel a pásztorodat, hívd fel Bódis Miklóst, hívjál fel embereket, mert van segítség és van szabadulás. Csak szabadulj meg, és gyere ki a családoddal együtt, a sötétségből, a nyomorúságból, a bűnből, és kezd el követni az Úr Jézus Krisztust. Vedd meg áron is az alkalmakat. Drága testvérek, ezeket szerettem volna a szívetekre helyezni. Az Úr áldja meg azokat, akik döntöttek már mellette, akik ma este, és munkálkodjon azoknak a szívébe, akikről még le kell hújjon a tojásé, mert hidd el, hogy le fog hullni. Majd törni fog az Úr, amit nem csinálsz meg a szavára, majd jön a seprő. Majd jön a seprő, és engedsz a seprőre. Ha nem tanulsz a kenyerekből, akkor a Biblia azt mondja, hogy a kenyér megsokasítási csodák után mindig jöttek a viharok. Mindig jöttek a viharok. Ha szép szóval nem megy az életedbe, jönni fog a vihar, és törni fog az Úr. De hogy elvégzi benned azt, hogy te a mennyben legyél, az biztos. Tudod, hogy miért? Mert a szó is, meg a törés is azért van, mert szeret téged. Mert szeret téged az Isten, és nem akarja azt, hogy elveszél, és te ma este azért voltál itt. Te ma este azért voltál itt, mert az Isten nem akarja azt, hogy az életed vége a kárhozatba érjen véget. Az Isten békessége, amely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívedet, gondolatodat a Jézus Krisztusban, és találkozunk majd fehér ruhába az üvegtenger mellett. Amen. Amen. Nem hallottam. Amen. Úgy legyen. Az Úr áldjon meg, és őrizzen meg titeket. Amen. Ma este is ajánlom a CD-ket, akik szeretnének még ezután is hallgatni ezt a sorozatot, vagy akár másat, azoknak figyelmébe ajánlom, hogy lehet vásárolni. Békesség Istentől! Köszönjük szépen Bódis Miklós testvérnek, hogy itt volt közöttünk 4 este. Kívánjuk az Úr gazdag áldását az életére, a családjára, és sok erőt a lelki munkával, amit végez, mindenütt, ahova el tud menni. Hát nem tudom, azt szeretném mondani, vagy kérni a testvérektől, hogy jó lenne, hogyha a testvérünkért tudnánk imádkozni, elvállalnánk azt, hogy imádkozunk ére. Mit gondoltok, testvéreim? Ugye jó lenne, hogy a testvérünket ima karjainkon hordozzuk, és várjuk testvérünket is. Lehet, hogy így könnyebben, mert hamarabb el tud jönni majd még. Többször elment itt Belényesen keresztül, és most eljöhetett ide, az Úr áldjon meg testvérünk, és várunk szeretettel máskor is, örömmel várunk, és szeretünk az Úr áldjon meg. Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást, és titeket is áldjon az Úr, és őrizzen meg. Befejező éneket fogunk énekelni, és én még azt szeretném mondani, hogyha valaki nem jött előre, mert úgy volt, de most a végén szeretne egy kicsit beszélgetni, vagy imádkozni, vagy azok, akik előre jöttek, és éppen még ők szeretnének imádságot kérni, vagy beszélgetni egy kicsit, akkor erre lehetőség lesz. És én is szeretettel hívok, és nagy örömmel hívunk a további estékre, holnap este és 6 órakor találkozunk Isten házába, énekelni fogunk.
énekes hát akkor örömmel, mert tapasztaltuk, hogy köszönöm volt az Úr. Öröm van a mennyben. Hálva énekeljük ezt a köszönöm.